Nagyon szépen köszönöm. Igazi megtiszteltetés, hogy az egyik jó barátommal, jó barátomat, Rick Santorum szenátor urat követhetem, kérném, hogy tapsoljuk meg őt még egyszer. Az is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a mai napon, mert mindig nagyon izgalmas, amikor Magyarország nemzetével kapcsolatba kerülhetek. Nem csak azért, mert nagyon szeretem ezt a várost, ezt a gyönyörű várost, hanem azért is, mert a magyarok, önök igazán történelmi nemzet. Mondhatjuk azt, hogy hát minden nemzet történelmi nemzet, hiszen mindenkinek van történelme. Amerikaiként, Texasba betelepülőként mondhatjuk azt, hogy az én kultúrámnak is. De nem mindenkinek olyan a történelme, mint Magyarországnak. És nem mindenki, és ez a legfontosabb, tudja megőrizni a történelmét. És én és sok kollégám Heritage Foundation-nél mindannyian közösen abban az örömben részesülhetünk, hogy a józan ész szavát képviseljük szerte a világon, és így támogatjuk most a szípeket is, de elsősorban önöket, magyarországi barátainkat, hiszen olyan nagy hangsúlyt fektetnek a történelmük megőrzésére. Messziről érkeztek ide, több mint 1000 évvel ezelőtt, és aztán elterjesztették a kereszténységet Szent István segítségével, és ugye egy olyan király segítségével, aki annak a vértanúnak a nevét viselte, akit maga Szent Pál kövezett meg, még mielőtt megtért volna. Ennek a vértanúnak a nevét viseli az önök első királya. És aztán ott van a Szent Korona, egy gyönyörű koronázási ékszer, a parlamentben ma is meg oda fogok látogatni. Azért is fontos ez számomra, mert amerikaiaként, valakiként, aki osztozik az önök hitében, Szent István hitében, azt hiszem, hogy én igazán tudom értékelni azt, hogy mindent tesznek azért, hogy megvédjék polgáraikat. Azt gondolom, hogy itt van a nyelvük, az identitásuk, különböző német, román, szláv nyelvek veszik öröket körül, és mégis önök szilárdan ragaszkodnak a saját nyelvükhöz. Ez persze ez mi dolgunkat, akik nem beszélik a magyart, megnehezíti a feladatunkat, de mégiscsak nagyon bátor cselekedett. És hát nehéz úgy itt állni, nehéz lenne úgy itt állni, hogy ne csodáljam azt, ami önöket egyedivé, igazán egyedivé teszi, ahogy itt a globalizáció erőivel szembeszállnak, azokkal az erőkkel, amelyek a nemzetek önrendelkezését felfalja, az önökét, az enyémét, és mindezt egész egyszerűen távolban meg nem választott brüsszeli bürokraták által kieszelt szabályokra cseréli le. És aztán itt vannak ezek a nagyszerű éttermek. Nézzük meg, hogy mi történik Brüsszelben, ahol ezekben az éttermekben ott ülnek ezek a brüsszeli bürokraták, és jól laknak a mi pénzünkön. És hát nem csoda, hogy ettől dühösek leszünk, amikor mindezt látjuk. De nem ez a legrosszabb. Ők és más globális erők arra vállalkoztak, hogy ezt a woke ideológiát erőltetik önökre, ahelyett az ideológia, ahelyett a kultúra és civilizáció helyett, amelyet olyan bátran védelmeztek. Egy új globális rend előfutárairól beszélünk itt. Egy olyan rezsimről, amelynek természetesen megvan az ideológiája, ennek a globális rezsimnek a woke az ideológiája. De önök az útjukba állnak. Önök és Orbán Viktor miniszterelnökük azt mondják, hogy nem itt a határ, és ezért köszönetet mondok önöknek és a miniszterelnök úrnak.
A Magyarországot, ahogy itt is olvashatjuk, no country for woke men, egy woke mentes zónává tették. És ez számomra személyesen is nagyon fontos, ahogy a szervezetem számára is nagyon fontos, éppen ezért tisztelgünk Önök előtt. A woke ellen vívott küzdelem, ez egy közös küzdelmünk. Odakint Kínával és Oroszországgal kell szembenéznünk, és nehogy eltévedjünk, Kína és Oroszország az ellenségeink. Hadd mondjak valamit Kínával kapcsolatban. A kínai kommunista párt számára nagyon fontos, hogy a woke kultúra tovább növekedjék, mert a család szétverésével a kínai kommunista párt emelkedett hatalomra az egész világon. És nagyon jól értjük azt, hogy milyen érzékeny geopolitikai helyzetben vannak Önök, az Önök kormánya. És éppen ezért nagyon örülünk, amikor felemelhetjük a szavunkat, nem csak a woke kultúra ellen, hanem a kínai kommunista párt ellen is, amelynek, ne tévedjünk, nincsenek altruista céljai az Önök számára. De helyi szinten is szembenézünk a woke kultúrával. Egy olyan programról van szó, amely kiheríli a férfiak következő generációját. A fiatal férfiakat, akik egy jobb világba vezethetnének minket, fizikailag és lelkileg is eltiporja őket. Ez a terv része. C.S. Lewis szavai jutnak eszembe, egy kedves barátom már ítézte, ő azt mondta, hogy szív nélküli embereket nevelünk, és aztán azt várjuk, hogy erkölcsösen viselkedjenek. Mi konzervatívok föltártuk azt, hogy mit jelent woke, és ez felbosszantja, feldühíti a baloldalt. És hogyha a baloldal dühös, akkor én mindig elmosolyodok. De van itt még egy nagy veszély. A woke megszállottja annak a gondolatnak, hogy a nyugati kultúra elnyomó, hogy a törvénykezésünk arra épül, hogy a gazdagot gazdagon, a hatalmast hatalmasnak őrizze meg, és hogy a család maga is elnyomó, opresszív, hogy a vallás felszínes és képmutató, és a nemzetek feleslegesek. A cél természetesen a család lecserélése, és a nyugati kultúra egészének lecserélése. Ismerősnek hangzik ez? Hát hogyne. Hiszen ezek voltak a céljai a kommunistáknak is. Mindaz, amit a kommunista kiáltványban Marx megfogalmazott, azt itt láthatjuk, hiszen Marx fogalmazta meg a meglévő rendszer kemény kritikáját. Sok európai, sokan Önök közül is azzal amiatt panaszkodik, hogy hát mi exportáljuk ezt Önöknek, de hadd mondjam el, hogy a Biden kormányzat és az a Vogts nagykövet, akit ide küldtek, azok nem képviselik az amerikai nép egészét. De arra is szeretném emlékeztetni az korábbi amerikai nagykövet barátomat, hogy Magyarország esetében, itt van ugye George Lucas például, akit Amerika megkapott Önöktől, és látjuk azt, hogy itt kulturális marxistákkal kell most szembenéznünk. És az Önök kultúráját is el akarják venni. Az Önök ezer éves kultúráját, az én 200 éves kultúrámat, és mindenkit, aki az útjukba áll. De mi a Heritage-nél és Önök itt Magyarországon nem fogják megengedni. Itt a közép-jobboldali józan gondolkodás amerikaiak ezt nem fogják megengedni. Egy olyan szövetségről van itt szó, amely
alapértékeken, közös igazságokon osztozik. Olyan dolgokon osztozik, amelyeket még ha akarnánk, sem tudnánk megváltoztatni. Hiába akarja ezt Brüsszel, vagy éppen Washington hatalmasai megváltoztatni. És ezzel szeretném zárni. A baloldal a vesztünket akarja. Azt, és hogyha elutasítjuk a szavaikat, azt, amiért kiállnak, akkor a kultúránként állunk ki, és azt mondjuk, hogy idáig és ne tovább, ez a kultúránk, ez a történelmünk, és ebben az új transatlanti szövetségben végül mindannyian mosolyogni fogunk, amikor legyőzzük őket. Isten áldja önöket!